riasztást kaptunk, hogy idegátra jöjjünk, mivel az utat teljesen elzárt egy kidőlt fa. Szóval gyerekkori álmom volt, sőt vártam azt a pillanatot, hogy mikor töltöm be 18. életévemet. Soha nem felejtem azt a pillanatot, amikor mindenki elkezdett rohanni, szaladni, és percek alatt a tűzoltóság készen állt. Amikor az első tűzoltót kaptuk, ugye akkor 2005-ben, akkor voltam 8 éves, 9, és akkor tényleg mindig az volt, hogy vártuk, hogy akkor riasztás, vagy hogy akkor mi hogyan tudunk valamit segíteni. Hál' Istennek mai napra ez a gépjármű fecskendő mindennel fel van szerelve, ami szükséges lehet egy tűzoltáshoz, illetve egy közúti balesethez való beavatkozáshoz. Ez egy nagy teljesítményű áramfejlesztő berendezés, ami tulajdonképpen a gépjármű fecskendőt látja el megfelelő árammal, akár 380 voltot is képes fejleszteni. Miért kell a gépjármű fecskendőhöz áram? Azért, mert a gépjármű fecskendő hátsó részén található egy fényárbóc, ami 5 méter magasságba emelkedik ki hidraulikusan, és éjszaka a adott helyszínt, balesetnek a helyszínét, vagy tűzesetnek a helyszínét meg tudjuk világítani 3 reflektorral, illetve a gépjármű fecskendőben található egy feszítővágó, hidraulikus feszítővágó berendezés, ami gépjárművek baleseteihez, tehát tulajdonképpen műszaki mentéshez használatos. Mondjuk ezek a tekercs tömlők, ennek a tömlői, a másik oldalt van a feszítővágó berendezés. És ez micsoda, ez a narancssárga dolog? Ez a narancssárga, ezt úgy hívják tűzoltó szaknyelven, hogy roncs daraboló. Tehát ez is tulajdonképpen közúti balesetekhez használatos. Nagyon sokszor most már az utóbbi időben találkozunk azzal, hogy a lakóházakat fémmel fedik be, ezzel a lindabb lemezzel, vagy metallocserepicával, ahogy itt nálunk mondják. És ez egy olyan anyag, ami nagyon jó, nagyon tartós, de ha alatta tűz keletkezik a tetőtérbe, akkor tulajdonképpen abba a tetőbe nem lehet behatolni szabad kézzel, és nagyon sok olyan esetünk volt, ahol egyszerűen nem tudtunk a tetőtérbe behatolni, alulról égett a ház, innen jól lett volna behatolunk, és nem tudtunk. Aztán csavarbehajtóval kellett kicsavarni a csavarokat, természetesen azt a szomszédból hozott valaki, tehát ezért igyekeztünk pályázni ilyen eszközre, és hála Istennek a Vásárosnaményi tűzoltósággal karöltve pontosan az elmúlt évben sikerült ezt az eszközt beszerezni. Hát itt ebbe a ládákba különböző eszközök, kötelek, karabinerek, reflektorok találhatók, ami csak szükséges lehet egy tűzoltás során. Tovább haladva, tehát ugye a tűzoltásnak az eszközei, a tömlők találhatók megfelelő mennyiségben. Mondom, ezeknek változik a hosszúsága is? Hogy nem, ezeknek a hosszúsága 20 méter, tehát ez a világ szabvány, azt hiszem. Legalábbis itt Európában ez a szabvány, tehát 20 méteres tömlők. És miért kell belőle ilyen sok? Hát azért, mert lehetséges, hogy olyan helyszínhez megyünk, ahol nem tudjuk megközelíteni a helyszínt. Tehát nem tudunk pont oda menni a tűz mellé, messzebb van a közúttól, nem lehet átmenni árkon, illetve a gépjárműnek a visszatöltéséhez. Itt található a gépjármű fecskendőnek a hab bekeverő szivattyúja. Ez a gépjármű fecskendő, amint említettem, 3,5 tonna vizet és 300 liter habképző anyagot szállít.
amit megfelelő százalékos arányban tud a habképző szivattyú bekeverni, adagolni. Itt különböző kénzőszerszámok találhatók, amire szükség lehet, egy fűrész, persze, egy fűrész, egy gumikalapács, tehát bármi, amire csavarhúzók, egyebek, amire esetleg szükség lehet egy tűzoltáskor. Mindennek itt a helye, látom, be van igen, rajzolva. Igen. Úgyhogy kés, tehát amire szükség lehet. Tehát minden esetre megpróbálunk. És mindennek helye van. Számolni, igen. Tehát itt található a reflektor állvány, ami hidraulikusan megy fel. Itt van a gépjármű fecskendőnek a lelke, a szivattyú tér, illetve a kezelőegység. A gépjárművet innen hátulról lehet irányítani, tehát be is lehet indítani, innen lehet kapcsolni a szivattyú egységet, illetve a hab bekeverési részét, tehát itt állítjuk be, hogy hány százalékos habot akarunk esetleg bekeverni. Egy nagyon jó szivattyúja van, egyébként 2400 liter per perc, és 40 atmoszféra nyomást képes adni. A 2x100 méteres gyors beavatkozó egységre, ami a gépjármű fecskendőnek mind a két oldalán található, tehát két ilyen gyors beavatkozó egység. És egy tűzoltó akkor két csövön keresztül is tud oltani? Mármint egy tűzoltó autóból. Igen, de hát többen is. Hát ugye két 100 méteres gyors beavatkozó egység van. Ezekre azért van szükség, hogy tehát amikor gyakorlatilag megállt a tűzoltó gépjármű fecskendő, ezt rögtön ki lehet tekerni 100 méterig, és rögtön meg lehet kezdeni az oltást, és amennyiben nagyobb a tűz, tehát nagyobb vízhozamot igényel az oltás, akkor rakják össze a tömlőket, mert ezeknek nagyobb az áteresztő képességük, és tulajdonképpen azok kapcsolódnak ide rá ezekre a csonkokra, és azokon keresztül is folyhat az oltás. Tehát egy ilyen gépjármű fecskendő a két gyors beavatkozó egységgel együtt akár 8 sugárvezetéken is tud oltani. Csak hát ugye megfelelő vízmennyiség kellene akkor hozzá. Én nagyon laikus vagyok. Egyébként a tűzoltó most is meg van töltve vízzel? Természetesen. Mindig be van töltve. Hát ilyen nincs, tehát az soha nem szabad, hogy úgy álljon, hogy üres legyen. Tehát ezért vagyunk ebbe a garázsba, amit az egyházközség biztosított, nem csak ennek a járműnek, hanem minden egyes járműünknek, és ezek a garázsok fűtött garázsok, ahogy itt is látjuk a radiátort. Tehát nyilván megpróbálunk spórolni, tehát akkor kapcsolunk fűtést, hogyha kinti hőmérséklet mínusz 5 fok alá süllyed, hogy ne fagyjon be a tartályba a víz, de mindig vízzel állnak a gépjárművek. Hát itt tartalékgenerátor található, ha előbb mutatott, az 11 kW-os, az 4,5 kW-os elektromos búvárszivattyú, ami árvizeknél, pincék kiszivattyúzásánál tesz nagyon jó szolgálatot, de nagyon sok esetben használjuk a tűzoltó gépjármű fecskendő újra töltéséhez, amikor elfogyik a vízünk, és egy patakból, vagy egy valamilyen kinti kutból kell tölteni. Esetleg érdekes volt az is, amikor Munkácson az úgynevezett logoida piac égett orosz végbe, és hát az állami tűzoltók körülbelül 3 kilométerre jártak tűzcsapra tankolni, és mi felismertük a helyzet adottságát, hogy ott található a térnek a közepén egy hatalmas szökőkút, és mi rögtön telepítettük oda a szivattyunkat, és mi pedig oda tankoltunk, mire eloltottuk a tüzet, kiszívtuk a szökőkútból a vizet, de a tüzet sikerült eloltani, és nem kellett 3 kilométerre oda-vissza ingázni. Épp ez lett volna a kérdésem, hogy is az állami tűzoltókkal mennyire tudnak együttműködni?
Hát vannak közös oltások? Szerintem nagyon jó az együttműködés. Persze, hát többnyire minden oltás most már az utóbbi időben közös, mivel 2 vagy 3 éve változott a jogszabály, és nekik minden egyes helyszínre ki kell vonulni, hogy felvegyék a jegyzőkönyvet. Hát ez úgy szokott történni, hogy amennyiben mi kezdjük meg a beavatkozást, akkor eloltjuk a tüzet, ők megérkeznek, felveszik a jegyzőkönyvet, de nagyon sok esetben persze kiegészítjük egymást, vagy ők kérnek egyenesen segítséget tőlünk, vagy amikor az ő gépjárműveik bevetése vannak, és nincs szabad gépjárművük, akkor nagyon sok esetben van úgy, hogy akár Munkácson túlra is mi vonulunk ki, mert egyszerűen nekik nincs erre kapacitásuk. Tehát én úgy érzem, hogy jól kisegítjük egymást. Itt található még a feszítővágó berendezésnek a szivattyúja, igen, illetve az úgynevezett szaknyelven szóval munkahengerei, amik talán ismerősebbek, tehát a vágóberendezés, a nagyobb és a kisebb feszítő berendezések. Ez a feszítővágó berendezés tulajdonképpen 150 atmoszféra nyomással képes nyomni az olajat, és így 30-35 tonna nyomást képes kifejteni, tehát olyan erővel képes feszíteni, illetve vágni az adott fémet, amire szükség van. Illetve itt van még egy motoros szivattyunk, ami ez egy motoros vízszivattyú. Két ilyen motoros szivattyút nyertünk a roncsdarabolóval együtt a pályázaton. Itt található a Debrecen Egyházi Tűzoltóságnak a logója, vagy címere. Igen. Megpróbáltuk kifejezni azt, hogy mi hívő emberek vagyunk, egyházi emberek vagyunk, illetve a tűzoltás, ez így összefor ebbe a logóba, és a magyar tűzoltóságnak vettük az ősi elmondatát, ami egyébként nem mi találtunk ki, hanem magyarországi tűzoltóság ősi elmondata, tehát ez a mi elmondatunk, és Istennek dicsőség, és egymásnak segítség. Hát így próbálunk élni és szolgálni Isten dicsőségére. 40 tűzoltóval, ha jól tudom, 46, ők is gyülekezeti tagok? 46 önkéntes tűzoltónk van, igen. Gyülekezeti tagok, csak derceniek, nem tudunk másfaluból, volt jelenkező szomszédfaluból is, de nem tudunk másfaluból felvenni, hiszen egy tűzesethez való kivonuláshoz az idő, tehát a percek számítanak. Igen, perceken belül el kell indulni. Az ügyelet is önkéntesen van megoldva, hiszen senki semmilyen fizetést, térítést semmiért nem kap. Itt a mi tűzoltóságunknál van 2 mobiltelefonunk, be van osztva az ügyeleti rend, és 2 embernél van ez a 2 mobiltelefonszám. Ezeket a mobiltelefonszámokat a környező településeken ismerik, közterületeken ki van rakva, ismerté van téve, illetve a 2 szomszédos, tehát a Munkácsi és a Beregszászi hivatásos tűzoltóságnál is megvannak. Külön büszke vagyok arra, hogy Isten megsegített bennünket, és amióta a tűzoltóságunk létezik, azóta gyakorlatilag Debrecenbe, illetve a környező falvakba se tudok róla, hogy lakóház leégett volna. Voltak tűzesetek, amiket hál' Istennek idejében meg tudtunk fogni. 1-2 szoba esetleg kiégett, de nem lett olyan kár az embereknek, amit nem tudtak volna helyrehozni. Az eddigi útjuk házaspárként, lelkész házaspárként jöttek a gyerekek, hogy kerültek Debrecenbe?
1990-ben ismerkedtünk meg a férjemmel, akkor ő indult a teológiára, én pedig hamarosan elhívást kaptam a katekétai szolgálatra, akkor kezdődött Beregszázban a katekéta oktatás. Így egy kicsit az életünk összefonódott, már így a barátságunk kezdetétől fogva, és 1993-ban házasságot is kötöttünk. A férjem akkor még tanult, akkor anyósomékkal laktunk, még 3 éven keresztül, és 1996-ban, amikor ő befejezte a teológiát, akkor kerültünk ide-kide Etzenbe. Akkor már Anna lányunk 2 éves volt, Eszter pedig 1 hónapos. De így visszagondolva semmilyen félelem vagy aggodalom nem volt a szívünkben, hogy mi lesz velünk egy idegen környezetben, hisz akkor még Debrecent nem igazán ismertük. Hiába 70 kilométerre lakunk a szülői házunktól, valahogy mégsem jártunk ezen a vidéken. Fiatalok voltunk, talán meggondolatlanok, de talán így volt a jó. Tehát nem volt túl stresszelve, túl aggódva ez a dolog, hogy mi lesz majd itt velünk 2 kicsi gyerekkel. De aztán mostanáig, tehát 23 év telt el azóta, visszatekintve erre az időre, hát hálás a szívem, mert valóban Isten velünk volt, a gyülekezet nagyon megszeretett bennünket, legalábbis így tapasztaljuk, úgyhogy nem jelentett különösebb nehézséget. Aztán időközben megszületett a 3. lányunk, Ágnes, ő 15 éves már, ő pedig talán hát mondhatnám azt, hogy gondtalanul nőtt fel, mert a 2 nagyobb kislány már nagyon sokat segített, Anna akkor 10 éves volt a lányunk, a középső Eszter pedig akkor 8 éves, amikor Ágnes megszületett. Egy erős bázis az önök családja, ha jól látom, a lányok is mindenben itt vannak. Most is összejött a család, ahogy jöttünk. Van olyan család, akihez nem jönnek haza a gyerekek, mert nem tudnak, hát vagy itt vannak. Hát nagyon örülünk. Anna ugyan május 2-án férjhez ment. Ők Huszton élnek a férjével, az ő férje is református lelkipásztor. De hála Istennek most ők is itt hol vannak, úgyhogy együtt van a család. A középső lányunk Budapesten tanul. Ő is pont szünidőt tölt itt van, úgyhogy mindenki együtt van. Akkor pont jókor jöttünk. Hát igen. Nem voltak unalmasak az elmúlt évek, ugyanis jött a tűzoltóság is. Önnek nem csak a férje, hanem a lányai is részt vesznek ebbe. Édesanyaként hogy tudja elengedni például olyankor, amikor tényleg van egy tűzeset, mennyire merészkednek be a lányok? Hogy éli meg az első esetet? Hogy élte meg? Hát a tűzoltóságon 2005-ben alakult. Megmondom őszintén, akkor én egy kicsit próbáltam a férjemet erről lebeszélni. Kicsit aggódtam, féltettem, úgy gondoltam, hogy már így is olyan sok feladatot lát el az egyházi életben, a gyülekezetben, hogy én próbáltam egy kicsit óvni ettől, hogy ezt inkább ne. De aztán megszégyenültem, mert ahogy teltek az évek, akkor rájöttem arra, hogy ez mennyire fontos feladat és milyen fontos szolgálat az ő részéről is, és azoknak az önkéntes tűzoltóknak a részéről, akik ebben részt vesznek. Aztán a lányok, ahogy nőttek, úgy belenőttek, megcsapta őket is egy kicsit a füstnek az illata, és előbb Anna lányunk, aztán a középső Eszter lányunk is, ahogy betöltötte a 18. évet életévét, ő is csatlakozott a tűzoltósághoz. Anna, mint egészségügyi ápoló, veszélyész, mint orvos a csapatmunkájában, Eszter lányunk pedig próbálja a híradós, tehát ilyen fotózás, internetes oldalakra ő tölti fel ezeket az információkat, tehát ők inkább így vesznek részt, de ha szükség van, akkor ugyanúgy ők is megfogják a tűzoltólapátot és segítenek a munkában. Családban a legkisebb lány, teljes nőuralom van nálatok. Mesélj valamit magadról, hol tanulsz, hány éves vagy? Hát 14 éves vagyok, a Nagydobrényi Református Liceumban tanulok, 8. osztályban. Hogy látod lelkész családban, mennyire jó élni, vagy mi benne a jó és mi benne a nem jó?
ha van ilyen? Hát van benne jó is és rossz is. Jó a lelkület, mikor összeugrunk a lelkészek, vagy hogyha nem tudom, elmegyünk valahová kirándulni, akkor az tényleg nagyon jó. Viszont rossz, hogy nagyon sok az elvárás, és hogy hát nagyon sok esetben nem lehetünk önmagunk. A nővéred Eszter mondta, hogy a ti családotok nagyon összetartó. Hogy látod, ki ennek a motorja? Ki az, aki összetartja a családot? Hát leginkább anyukám, mert mindig ő az, aki... Jó, most befejezzétek be, nyugalom. Anyukám az, aki hát közénk áll, amikor veszekszünk is, és hát ő mondja azt, hogy állj, most már kész, elég volt, és ő az, aki tényleg, hogy na jó, akkor béküljetek ki, békülj ki apukával is, hogyha összevesztetek, vagy a tesókkal, és hát igen, ő az, aki összetartja leginkább a családot. Megérkeztünk a derceni református templomba, ahol itt folynak az Isten tiszteletek vasárnap is, hétközben is, ugye? Igen. Ahol hát, az esperes úr látja el a szolgálatot. Igen. Isten tiszteletek gyakorlatilag kétszer vannak, egy átlagos héten, csütörtökön nyári időszakban este 7 órakor, és vasárnap 10 órakor. Gyönyörű ez a templom, így gyorsan szétnéztem. Kazettás, a mennyezet, gyönyörű fapadok vannak, ebben sok munka lehetett. Hát igen, a templomunkat 1809-ben kezdték építeni. A templomnak az a problémája, hogy ismeretlen okok miatt a derceniek elődei a falunak hát egy ilyen alsó vagy legmélyebb pontjába építették a templomot, ami nem szokványos, mert általában templomokat dombokra szokás építeni, nem tudjuk, hogy miért építették ide, és nagyon magas a talajvíz állása, és amikor idejöttem 1996-ba szolgálni, akkor azzal szembesültem, hogy tulajdonképpen a falak körbe majdnem, hogy karzat magasságáig fel voltak ázva, salétromosak voltak, illetve az egész pad, rendszer, padló gombás volt. 2004-ben megkezdődött egy felújítás, amit 3 évre terveztünk, de mivel menet közben nagyon sok olyan dolog adódott, amivel nem tudtunk mit kezdeni, akkor per pillanat voltak anyagi nehézségek is, hiszen javarészt önerőből folyt ez a felújítás, illetve hatalmas társadalmi munka volt benne ebbe a felújításba, ezért ez 10 évre húzódott el ez a felújítás, de tulajdonképpen az egész fa szerkezet a templomba ki lett cserélve, újra lett cserélve, drainrendszerrel lett ellátva. Hát igyekeztünk, ahogy lehetett, minél szebbé tenni a templomunkat, otthonosabbá tenni a templomunkat. Meg is látszik. Önhöz tartozik a beregvidéki összes református gyülekezet, ön az esperes. Mennyire nagy feladat ellátni ezt a vidéket, lelki gondozóként is, és minden más egyéb teendővel együtt? A Kárpátai Református Egyháznak 3 egyházmegyéje van, a Málmaros-Ogocsai, Unge és a Beregi Egyházmegye. A Beregi Egyházmegyének vagyok én az esperese, és a Beregi Egyházmegye a legnagyobb ezek közt a 3 egyházmegye között. Tulajdonképpen a Kárpátai Reformátusok 51%-a az a Beregi Egyházmegyébe van, ami azt jelenti, hogy 53 gyülekezet, és körülbelül 35 ezer tagunk van az egyházmegyébe, 3 járásba vannak az egyházmegyének, a Beregi egyházmegyének a gyülekezetei, ahol megpróbálunk különböző módon lelki szolgálatot végezni, valahol csak szórvány munkába, próbáljuk az emberekbe a hitet megtartani, a magyarságot építeni, valahol pedig nagy gyülekezetekben, mint ahogy a derceni gyülekezet is. Elég nagy feladat, tehát nem panaszkodok.
elég nagy feladat, hiszen az 53 gyülekezetben 40 lelkipásztor és egy lelkipásztori munkatárs teljesít szolgálatot, 77 hitoktató végzi a gyülekezetekbe a szolgálatot. Hát ugye ezeket a munkatársakat, szolgatársakat összefogni, lelki gondozni, irányítani, különböző gyülekezeti kisebb-nagyobb gondokat, problémákat, építkezéseket, felújításokat kontrollálni, felügyelni, tehát eléggé leterhelő a saját magam gyülekezeti szolgálata mellett is, és még a társadalomba végzett, például tűzoltóság, hobbiszerű szolgálat mellett is egészen embert igényel. Kedves nézőink, mai műsorunkban Dercemben jártunk, ahol megismerkedhettek a Zsukovszky családdal. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!